Az erősödő migráns helyzet miatt rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását kezdeményezte a makói Fidesz. Erre a tervek szerint meghívást kapnának a rendvédelmi szervek is azért, hogy szakmai szempontok alapján világítsák meg a kérdést. A kormánypárt a Marosparti város biztonságának megóvása érdekében kerítést emeltetne a hármas határtól legalább a Maros vonaláig. Egyre tapinthatóbb a migráns helyzet Makó térségében. Nemrégiben 10 Sri Lankai bevándorlót fogtak el a hatóságok a Maros hídnál. Reális a helyzet, hogy itt is olyan krízis helyzet alakul ki, mint a déli határszakaszon a kerítés megépítése előtt. Hangsúlyozta tegnapi sajtótájékoztatóján Cirbus Gábor, a Fidesz makói szervezetének elnöke. A helyzet megoldása érdekében rendkívüli képviselőtestületi ülést kezdeményeznek Farkas Éva polgármesternél. A makói Fidesz alapszervezet felkéri polgármester asszonyt, hogy hívjon össze egy rendkívüli képviselőtestületi ülést, ahol meghívja a rendvédelmi szerveket és a képviselőtestületet, hogy egy közös tárgyaláson beszéljük át a migráns helyzet ránk leselkedő veszélyeit, és egyeztessünk abban a kérdésben, hogy hogyan tudjuk megvédeni a városban élőket. Nem szeretnénk, hogyha Makó városában vagy a makói térségben megismétlődne mindaz, ami 2015 nyarán megtörtént Röszke ásott halom határában. Nem szeretnénk, hogyha Makó egy átjáróház lenne. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a migráns nyomás tavasszal fokozódhat. A párt helyi szervezete szeretné elérni, hogy megépüljön a biztonsági határzár a hármas határtól legalább a Maros vonaláig. Ezzel erősíthető lenne az itt élők biztonsága. A város legutóbbi testületi ülésén a Demokratikus Koalíció képviselője demonstratív módon elhagyta az üléstermet a betelepítési kvótával kapcsolatos állásfoglalásról szóló napirendi pont tárgyalásakor. A következő ülésen azonban újra a téma lesz a migráns helyzet Makón.